1948. május 14-én az akkori átmeneti kormány első miniszterelnöke Tel Avivban kiáltotta ki Izrael állam szabadságát és függetlenségét. Ezt ünnepelték a nyíregyházi Bethlen Gábor iskolában csütörtökön. A diákok Jossi Amrani nagykövettel találkozhattak a rendezvényen, aki kiemelte, Magyarország Izrael első számú európai szövetségese, és kifejezetten jó az együttműködés a két ország között. Izrael barátként tekint hazánkra. A nagykövet azt is hozzátette, soha nem volt még ennyire jó a kapcsolat Izrael és Magyarország között, mint jelenleg. Úgy gondolom, hogy ez annak köszönhető, hogy mindkét ország hasonlóan látja a világot, mindkét országnak fontos a nemzetállam megtartása és fenntartása, büszkék vagyunk arra, hogy kik vagyunk. Mindkét ország rájött arra, hogy hasonló értékeket képviselnek, és a történelem azonos oldalán állnak, és ez szerintem nagyon fontos. They stand on the same values. They are on the same side of history. And I think it's important. A jelenlegi nagykövet 2016. novemberében vette át a megbízó levelét. Azóta ez már a harmadik alkalom, hogy ellátogatott a nyíregyházi Bethlen Gábor iskolába. Az intézményünk diákjai hagyományosan jól szerepelnek azokon a tanulmányi versenyeken, amelyek Izraelről szólnak, vagy a zsidóságról szólnak, és még egy másik apropója lehet az, hogy tavaly Izrael állam fennállásának a 70. évfordulói alkalmából több mint 70 pedagógussal és házastársaikkal Izraelben egy kirándulást tettünk októberben. Szinte a teljes nevelőtestületünk részt vett ezen a kiránduláson. Az intézmény jó tanácsokkal tudja segíteni a diákok utazását Izraelbe, illetve akik már voltak korábban, saját tapasztalataikat is megosztják a többiekkel, de arra is volt már példa, hogy anyagilag is segítették azokat a tanulókat, akik jól szerepeltek tanulmányi versenyeken, vagy kiemelkedő közösségi munkát láttak el.